Szentlőrinc is Pécshez tartozva a parkolódíjat, a Pécsi Parkoltatási Társaság szedje. Még annyit azért megemlítenék, hogy nagyon különösen érdekes, hogy a belvárosban ugye ottan mennek a fizetések, de Uránvárosban, ahol, hát hogy így fejezzem ki magamat, lakik az úgynevezett panelproli, ott érdekes, hogy ott nem kell parkolási díjat fizetni. Kertvárosban, a másik panelproli rész, ott sem kell parkolási díjat fizetni. Ebben annyit. Mert ezek szavazóbázis képviselnek. Igen, ez lehet, hogy egy megközelítés, de ebben annyit mondanék, nem biztos, hogy ellent, csak a ráció az mellett szólt, mint ahogy ugye ezt 89-ben fogadták el, ha jól emlékszem, az eredeti parkolási, majd behajtási vezeteket is egy koncepció kialakulására, kialakítására került volna ekkor sor, hogy a történelmi belváros legyen megkímélt a forgalom. Ebben egyetértek. Érdekes módon ennek a bevezetésekor, nem tudom mennyire emlékeztek rá, a Zapáca utcában jegyet kellett vennünk. Ilyen kis behajtás. Igazándiból szokatlan volt, de az ember nem igazán lát. Akkor már messzesen is föl lehetne állítani a parkolóautomatákat. Nem lehet, mert ott panelproli lakik. Ami igazán felháborító szerintem az az, hogy orvosi rendelők környékén, tehát 400 ágyas, művesreállomás. Kórházak, temető környékén. Mindenhol fizetni kell a parkolásra, és szerintem ez nagyon-nagyon durva. Ezt nagyon jó, hogy felvetetted, mert egy kicsit előre menve, ugye novemberben lejár a Kálmának a szerződése, és a városvezetés felé ugyan már jeleztük, de úgy néz ki, hogy nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy azért lehet, hogy civileket komolyan venni, lehet kevésbé foglalkozni az elképzelés. Gondolom, hogy éppen elég szabad terület van, hogy a belváros valahol azt a tága körében ki tudtuk volna, vagy ki kellett volna tudni a 10 év alatt alakítani olyan parkolási lehetőséget, hogyha egyszer már kitértjük a belvárosból, hogy ott lerakja az autóját, és elsétálni intézni. De most a Kossuth téren, ugye, ahol hát tudjuk nagyon jó, hogy mint közintézmény, ott hol tudsz megállni? Na most a 480 másik dolog pedig az, hogy hiába kapsz jegyet, hogy ekkor és ekkorra sorszámot meg egyebeket. Én is kaptam, 9 óra 15-re kaptam ügyfélfogadási időpontot, fél óra késéssel kerültem be, intéztem a dolgomat, kijöttem, most váltottam volna egy óra egyet, nem is fértem volna bele az egy órába. Tehát én úgy gondolnám, hogy aki valami közintézménybe megy, akkor annak legyen jogod megállni az autójával, de ne parkolhasson egész nap, hanem kérném szépen, beléptem ekkor, kijöttem ekkor az orvostól, alá van írva, és addig én ott parkolhatok, hogyha ezt túllépem, mit tudom én, ennyivel, annyival, akkor igenis fizetni kell. Jó, tudom, hogy ez egy embert kell alkalmazni. Na jó, de hát a parkolási pénzből csak bejön az ő költsége, ugye? Szóval egy kicsit normálisan kell gondolkodni. A kereslet kínálati aránytalanságot kell megszüntetni, tehát az nem. Az ételemet, megmutatom a jegyemet, levonják a parkolásnak az árát a McDonald's-ba, Penny parkolójába, oda jön a parkolóőr, megkérdezi, vásárolni megyek? Mondom, hogy igen. Mikor látja a szatyromat, hogy hozom ki, nem kér parkolódíjat. Viszont ha nem hozok, akkor kér parkolódíjat. Teljesen normálisan megoldották. Ez egy teljesen normális. És ugyanezt, ahogy visszatérve itt az orvosi rendelők meg a közintézmények, ugye önkormányzatépülete, stb. Ugyanezt ott is meg lehetne csinálni nagyon okosan. A lakosság érdekeit vesszük figyelembe, és maradunk a szűk belváros, még egyszer, és nem győzem eleget hangsúlyozni, történelmi belváros területén, amivel már tényleg azt mondom, hogy az eddigi két oda nem fontos bemenni autóval. Így van, elfogadja a város lakossága. Igaz, hogy kevesebb bevételt hoz, de akkor azért hadd kérdezzem, benzinárában 60-valahány százalék adót fizetünk, itt fizetjük, és tulajdonképpen utadót fizetünk a benzinbe építetten is. De hát kérdezzem, hogy mi a gépkocsi adót fizetünk? Nem beszélve arról, hogy tulajdonképpen a nagy valószínűséggel a következő, tehát a novemberi időszak.
Az ember elviszi a gyereket az óvodába, azért vagy fizet, vagy vesz parkoló kártyát, ilyen éves parkolóbérletet. Így akarunk, hogy több gyerek legyen? Például személy szerint az én idősebb gyerekem a belvárosban, mondhatom az utcát, Papnövelde utcai óvodában dolgozott, rendszeresen kocsival jár dolgozni, minden alkalommal ugye behajtási engedély, mert ott nincsen parkolóvezet behajtási engedély. Elment be a parkoló céghez, hogy szeretne venni éves behajtási engedélyt, nem adtak neki. Nem adtak. Azt mondták, azért, mert ő ott dolgozik, és hiába tudja ezt igazolni, nem fog kapni kedvezményest, meg lehet vásárolni a teljes áru éves parkolási bérletet. És ebben az a legborzasztóbb, hogy az, aki odahordta a gyerekét óvodába, azok sem kaptak behajtási engedélyt. Ez úgy történt, hogy vagy elkapták őket, vagy nem. Bocsánat.